újra nagy a tádon a Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó Molbik Szeged férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Országos kitekintéssel a Szomszéd Vár címmel új turisztikai magazinnal jelentkezik a Szeged Televízió. Szombathelyen ókeresztén sétaúton barangolhatunk, algyön tojást festhetünk, részt vehetünk egy lápi disznó toroson, megismerkedhetünk a veszprémi állatkert lakóival, és andaloghatunk a debreceni nagyerdőben. A Szomszéd Vár. Ismerjük meg együtt Magyarországot. Újra nagy a tádon a Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó Molbik Szeged férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Amint átlépünk a belvárosi híd újszegedi hídfőjén, nem csak egy másik városrészbe, hanem egy egészen új földrajzi tájegységbe, a Bánságba jutunk. Villamos közlekedett Újszegedre, a Széchenyi térről indult, és a gyermekkórháznál volt a végállomása, elkanyarodott a védőnőképző felé. Szeged két szomszédos városrészének történelme annyira különbözik egymástól, hogy akár több száz kilométerre is lehetnének. Ennek oka, hogy míg Szőreg bővelkedik kora középkori történeti emlékekben, addig Újszegeden a 19. századig a mocsár volt az úr. Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó Molbik Szeged férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. De vajon mitől ilyen értékes ez a csipke? Kiderül, ha követjük a lepke útját. A halasi csipkének a rajzait talán a 75%-ban férfiak készítették, és hát Dékáni Árpád ugye rajztanárként egy kis csodát hozott létre. 60-féle öltés mintánk van, és abból válogatunk, hogy éppen az adott csipkébe milyen öltést teszünk. Ez az, amihez idő kell, meg érzés. A halasi csipkevarrás tudománya féltett kincs. A varrók csak egymástól tanulhatják meg az évszázados technikát,
és csak az varhat csipkét, aki az alapítvány dolgozója. A rajz, meg a kivitelezés kéz a kézben járjon. Tádon a Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó Molbik Szeged férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Országos kitekintéssel a Szomszéd Vár címmel új turisztikai magazinnal jelentkezik a Szeged Televízió. Szombathelyen ókeresztény sétaúton barangolhatunk, algyön tojást festhetünk, részt vehetünk egy lápi disznó toroson, megismerkedhetünk a Veszprémi állatkert lakóival, és andaloghatunk a debreceni nagyerdőben. A Szomszéd Vár. Ismerjük meg együtt Magyarországot. Újra nagy a tádon a Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó Molbik Szeged férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Amint átlépünk a belvárosi híd újszegedi hídfőjén, nem csak egy másik város részbe, hanem egy egészen új földrajzi tájegységbe, a Bánságba jutunk. Villamos közlekedett Újszegedre, a Széchenyi térről indult, és a gyermekkórháznál volt a végállomása, elkanyarodott a védőnőképző felé. Szeged két szomszédos városrészének történelme annyira különbözik egymástól, hogy akár több száz kilométerre is lehetnének. Ennek oka, hogy míg Szőreg bővelkedik kora középkori történeti emlékekben, addig Újszegeden a 19. századig a mocsár volt az úr. Tádon a Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó Molbik Szeged férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján.
De vajon mitől ilyen értékes ez a csipke? Kiderül, ha követjük a lepke útját. A halasi csipkének a rajzait talán a 75%-ban férfiak készítették, és hát Dékáni Árpád ugye rajztanárként egy kis csodát hozott létre. 60-féle öltés mintánk van, és abból válogatunk, hogy éppen az adott csipkében milyen öltést teszünk. Ez az, amihez idő kell, meg érzés. A halasi csipkevarrás tudománya féltett kincs. A varrók csak egymástól tanulhatják meg az évszázados technikát, és csak az varhat csipkét, aki az alapítvány dolgozója. A rajz, meg a kivitelezés kéz a kézben járjon. Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molpik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Országos kitekintéssel, a Szomszéd Vár címmel új turisztikai magazinnal jelentkezik a Szeged Televízió. Szombathelyen ókeresztény sétaúton barangolhatunk, algyön tojást festhetünk, részt vehetünk egy lápi disznó toroson, megismerkedhetünk a veszprémi állatkert lakóival, és andaloghatunk a debreceni nagyerdőben. A Szomszéd Vár. Ismerjük meg együtt Magyarországot. Tádon a Molpik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molpik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Amint átlépünk a belvárosi híd újszegedi hídfőjén, nem csak egy másik város részbe, hanem egy egészen új földrajzi tájegységbe, a Bánságba jutunk. Villamos közlekedett Újszegedre, a Széchenyi térről indult, és a gyermekkórháznál volt a végállomása, elkanyarodott a védőnőképző felé. Szeged két szomszédos városrészének történelme annyira különbözik egymástól, hogy akár több száz kilométerre is lehetnének. Ennek oka, hogy míg Szőreg bővelkedik kora középkori történeti emlékekben, addig Újszegeden a 19. századig a mocsár volt az úr. Tádon a Molpik Szeged.
A férfi kézilabdabajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molpik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. De vajon mitől ilyen értékes ez a csipke? Kiderül, ha követjük a lepke útját. A halasi csipkének a rajzait talán a 75%-ban férfiak készítették, és hát Békáni Árpád ugye rajztanárként egy kis csodát hozott létre. 60-féle öltés mintánk van, és abból válogatunk, hogy éppen az adott csipkében milyen öltést teszünk. Ez az, amihez idő kell, meg érzés. A halasi csipkevarrás tudománya féltett kincs. A varrók csak egymástól tanulhatják meg az évszázados technikát, és csak az varhat csipkét, aki az alapítvány dolgozója. A rajz, meg a kivitelezés kéz a kézben járjon. Tádon a Molpik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molpik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Országos kitekintéssel a Szomszéd Vár címmel új turisztikai magazinnal jelentkezik a Szeged Televízió. Szombathelyen ókeresztény sétaúton barangolhatunk, algyön tojást festhetünk, részt vehetünk egy lápi disznó toroson, megismerkedhetünk a veszprémi állatkert lakóival, és andaloghatunk a debreceni nagyerdőben. A Szomszéd Vár. Ismerjük meg együtt Magyarországot. Újra nagy a tádon a Molpik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molpik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Amint átlépünk a belvárosi híd újszegedi hídfőjén, nem csak egy másik városrészbe, hanem egy egészen új földrajzi tájegységbe, a Bánságba jutunk. Villamos közlekedett Újszegedre, a Széchenyi térről indult, és a gyermekkórháznál volt a végállomása, elkanyarodott a védőnőképző felé.
Szeged két szomszédos városrészének történelme annyira különbözik egymástól, hogy akár több száz kilométerre is lehetnének. Ennek oka, hogy míg Szőreg bővelkedik kora középkori történeti emlékekben, addig Új-Szegeden a 19. századig a mocsár volt az úr. Tádon a Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molbik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. De vajon mitől ilyen értékes ez a csipke? Kiderül, ha követjük a lepke útját. A halasi csipkének a rajzait talán a 75%-ban férfiak készítették, és hát Dékáni Árpád ugye rajztanárként egy kis csodát hozott létre. 60-féle öltés mintánk van, és abból válogatunk, hogy éppen az adott csipkében milyen öltést teszünk. Ez az, amihez idő kell, meg érzés. A halasi csipkevarrás tudománya féltett kincs. A varrók csak egymástól tanulhatják meg az évszázados technikát, és csak az varhat csipkét, aki az alapítvány dolgozója. A rajz, meg a kivitelezés kéz a kézben járjon. Tádon a Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molbik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Országos kitekintéssel a Szomszéd Vár címmel új turisztikai magazinnal jelentkezik a Szeged Televízió. Szombathelyen ókeresztény sétaúton barangolhatunk, algyön tojást festhetünk, részt vehetünk egy lápi disznó toroson, megismerkedhetünk a veszprémi állatkert lakóival, és andaloghatunk a debreceni nagyerdőben. A Szomszéd Vár. Ismerjük meg együtt Magyarországot. Újra nagy a tádon a Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten.
Csurgó, Molpik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Amint átlépünk a belvárosi híd újszegedi hídfőjén, nem csak egy másik városrészbe, hanem egy egészen új földrajzi tájegységbe, a Bánságba jutunk. Villamos közlekedett Újszegedre, a Széchenyi téről indult, és a gyermekkórháznál volt a végállomása, elkanyarodott a védőnőképző felé. Szeged két szomszédos városrészének történelme annyira különbözik egymástól, hogy akár több száz kilométerre is lehetnének. Ennek oka, hogy míg Szőreg bővelkedik kora középkori történeti emlékekben, addig Újszegeden a 19. századig a mocsár volt az úr. Tádon a Molpik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molpik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. De vajon mitől ilyen értékes ez a csipke? Kiderül, ha követjük a lepke útját. A halasi csipkének a rajzait talán a 75%-ban férfiak készítették, és hát Dékáni Árpád ugye rajztanárként egy kis csodát hozott létre. 60-féle öltés mintánk van, és abból válogatunk, hogy éppen az adott csipkébe milyen öltést teszünk. Ez az, amihez idő kell, meg érzés. A halasi csipkevarrás tudománya féltett kincs. A varrók csak egymástól tanulhatják meg az évszázados technikát, és csak az varhat csipkét, aki az alapítvány dolgozója. A rajz, meg a kivitelezés kéz a kézben járjon. Tádon a Molpik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molpik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Országos kitekintéssel, a Szomszéd Vár címmel, új turisztikai magazinnal jelentkezik a Szeged Televízió. Szombathelyen ókeresztény sétaúton barangolhatunk, algyön tojást festhetünk, részt vehetünk egy lápi disznó toroson, megismerkedhetünk a veszprémi állatkert lakóival, és andaloghatunk a debreceni nagyerdőben. A Szomszéd Vár. Ismerjük meg együtt Magyarországot.
Nagyatádon a Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molbik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. Amint átlépünk a belvárosi híd újszegedi hídfőjén, nem csak egy másik városrészbe, hanem egy egészen új földrajzi tájegységbe, a Bánságba jutunk. Villamos közlekedett Újszegedre, a Széchenyi térről indult, és a gyermekkórháznál volt a végállomása, elkanyarodott a védőnőképző felé. Szeged két szomszédos városrészének történelme annyira különbözik egymástól, hogy akár több száz kilométerre is lehetnének. Ennek oka, hogy míg Szőreg bővelkedik kora középkori történeti emlékekben, addig Újszegeden a 19. századig a mocsár volt az úr. A Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molbik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben, csak és kizárólag a Szeged TV YouTube csatornáján. De vajon mitől ilyen értékes ez a csipke? Kiderül, ha követjük a lepke útját. A halasi csipkének a rajzait talán a 75%-ban férfiak készítették, és hát Dékáni Árpád ugye rajztanárként egy kis csodát hozott létre. 60-féle öltés mintánk van, és abból válogatunk, hogy éppen az adott csipkében milyen öltést teszünk. Ez az, amihez idő kell, meg érzés. A halasi csipkevarrás tudománya féltett kincs. A varrók csak egymástól tanulhatják meg az évszázados technikát, és csak az varhat csipkét, aki az alapítvány dolgozója. A rajz, meg a kivitelezés kéz a kézben járjon. Nagyatádon a Molbik Szeged. A férfi kézilabda bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában Zubai Szabolcsék a Csurgóval játszanak idegenben. A szombati rangadót a Szeged Televízió ismét élőben közvetíti az interneten. Csurgó, Molbik Szeged, férfi kézilabda derbi szombaton 17:55-től élőben.
Nagy tisztelettel köszöntöm a Szeged Televízió nézőit Nagy Atádról. Csak nem 800-an kíváncsiak az idei harmadik Molpek Szeged Csurgó derbire. Az alapszakaszban mind a kétszer a PIK nyert. Zubai Szabolcséknak ez a negyedik rájátszás meccsük, és ezt is Nagy Atádon játsszák, hiszen a csurgói csapatnak továbbra sincs kész a csarnoka. A PIK, a Balatonfüred, a Vác és a Tatabánya után tehát most a Csurgó ellen negyedik meccsét játssza a playoffban. Napra pontosan egyébként 3 hete az alapszakasz utolsó fordulójában találkozott egymással itt ez a két csapat. Akkor a PIK 2 góllal 28-26-ra nyert, ám a hajrá nagyon izgalmas volt, hiszen 27-26-os szegedi előnynél Hornyák Péter kihagyott egy büntetőt a csurgóiaknál. Így akik látták a mérkőzést, tudják, hogy ott nagyon komoly sanszot szalasztott el a házigazda együttes. A cél a PIK számára most is a győzelem, hiszen a Veszprém elleni utolsó két fordulóig nem szabad hibáznia az együttesnek. 8 mérkőzés van összesen a rájátszásban, a Szeged már 3-at megnyert, ma pedig a negyedik siker begyűjtésért szállnak harcba Balogh Zsolték. A Csurgó alaposan elrontotta az első 4 playoff fordulót, az első 2 meccsén nem volt meglepetés a Veszprém könnyed győzelme, de aztán 4 góllal nyert itt Nagy Atádon ebben a csarnokban a Tatabánya, szerdán pedig 1 góllal Vácon is kikapott Sotonyi László együttese, amely jelenállás szerint az 5. helyért lehet majd csak versenyben. A PIK vezetőedző Juan Carlos Pastor nem fogadott minket jó hírekkel, hiszen a spanyol mester elmondta, hogy Parondo, valamint mindégiel sem tudott elutazni a csapattal pénteken. Mind a ketten otthon maradtak, mind a ketten egyébként a Tatabánya elleni szerdai hétközi bajnokin sérültek meg, így Fekete Bálint és Hegedűs Márk került be helyettük a keretbe. A PIK a szokásoknak megfelelően már tegnap elutazott ide Nagy Atádra, és az egyik közeli hotelben éjszakázott. Az együttes délután 4 órakor érkezett meg ide a sportcsarnokba, most pedig már a bemutatás zajlik. Ismerkedjünk meg akkor mi is gyorsan a PIK keretével: 1-essel Sierra, 16-ossal Visamirski, 8-assal Sielman, 9-essel Robledo, 14-essel Petrus, 15-ossal Fekete, 17-essel a visszatérő kapitány Zubai, 18-assal Illyés, 19-essel Balogh, 21-essel Blazsevics, 22-essel Prodanovic, 23-assal Hegedűs, 44-essel Bombács, 54-essel Csurubia, 77-essel Vranyes, valamint 90-essel Nancsin Gábor. A PIK vezetőedzője Juan Carlos Pastor, segítője pedig Marco Krivokapic. Van hiányzó egyébként a hazaiaknál is, hiszen a Csurgónál Pazin, Vadkerti, Zserebi, Herbert és Nagy Máté is sérült, de Gebhardt Ádám, valamint a házigól király Stefan Csábor is csak az utolsó pillanatokban lett beírva a jegyzőkönyvbe. A hazaiaknál a két kapus, 12-essel Székely Márton, valamint 16-ossal Bartuc László, a mai mérkőzésre mind a ketten felnőtt válogatottak, a mezőnyben pedig 8-assal Faluvégi Rudolf, 10-essel Felipe Mota, 13-assal Gazdag Tibor, 14-essel Döme Szabolcs, 20-assal Pordán Bálint, 19-essel Hornyák Péter, 39-essel Hanuszegon, 40-essel Tóth Károly, 42-essel Skokán Szabolcs, 45-essel Gafar Hadzimerovic, 81-essel Mikita Jakub, 88-essel Darko Dimitrevski, 25-essel Gebhardt Ádám és 7-essel az utolsóként beírt Stefan Csavor, a hazaiak vezetőedzője Sotonyi László, segítője pedig Berger Zsolt, aki 2001 és 2004 között a PIK kapuját védte. A hazaiak piros mezben játszanak majd Herbert Gábor helyett 20-assal Pordán Bálint, a csapatkapitány a mai mérkőzésen, és ott van a keretben az a 8-as sajátszó Faluvégi Rudolf, aki 3 hete nem játszott az alapszakasz utolsó fordulójában. Érkeznek a játékvezetők, Bacs József, valamint Bóna Szabolcs dirigálja majd ezt a mai találkozót. A bemelegítésnél egyébként a két csapat játékosai kisebb csoportokban beszélgettek egymással, hiszen sok az ismerős, Ancsin Bartuccal, Fekete Bálint az utánpótlás válogatottból ismert Hornyákkal, Balogh Zsolt Gazdaggal, Csurubia és Vranyes pedig Hadzimerovicsal társalgott, de még Thiagos Petrus is talált társaságot, hiszen Thiago Pereira szemében van egy brazil a csurgójaknál, őt télen igazolták, azonban kiderült, hogy valami nem stimmel a térdével, így nem csak a mai mérkőzést, hanem az egész tavaszi szezont kihagyja a brazil játékos. Közben megnézhetjük Herbert Gábort, aki ott van a túloldalon, most már civilben, utolsó alkalommal játszhatott volna hazai környezetben a PIK ellen, hiszen ő a szezon végén távozik Csurgóról, 5 hosszú, szép és eredményes év után, és az Algyő NB1-B-s csapatában folytatja majd a
pályafutását. Piros mezben tehát a házigazda Csurgó, amely nem szerzett még pontot a playoffban, és ahogy említettem, mind a két meccsét elveszítette idén a Pikk ellen. A hazaiak kezdik majd a mérkőzést. Bartuca kapuban, Csavor, Gazdag, Mikita, Hadzimerovic, Mota és Hornyák a csurgói kezdőben. A Pikknél pedig Sierra a kapuban, Parondó, Vranyes, Petrus, I és Schellmann, valamint Bombács. A csurgó kezdi tehát a mérkőzést. A szerdai váci vereség azért nem múlt el nyomtalanul. A különböző szurkolói fórumokon azért a csurgói drukkerek egy része komoly kritikával illette a csapatot. Persze volt, aki a játékvezetőket hibáztatta. Ettől függetlenül azért mindenképpen nem kis meglepetés a váciak sikere. Az alapszakaszban egyébként szintén pontokat veszített a Dunakanyarban. A csurgó akkor döntetlen lett a vége. Szegedi labdaszerzés, Schellmann indul, és kapufára vágja, kimaradt át az első szegedi lehetőség. Ezzel a váci vereséggel, illetve a Tatabány elleni hazai kudarccal gyakorlatilag 4 forduló után eldőlt, hogy idén biztosan nem lesz érmes a csurgó, sőt, hát azért is kaparniuk kell most már, hogy az 5. hely meglegyen, hiszen a Vác lépéselénybe került azzal a hazai sikerrel. A Pikknél pedig az a cél, hogy mind a 8 meccset megnyerni az alakulat az utolsó 2 fordulóig, hiszen akkor május 14-én, valamint május 21-én lesz majd előbb egy Veszprém-Szeged, majd egy Pikk-Veszprém mérkőzés, amolyan bajnoki döntőként. Mata, Csavar! Sierra könnyedén véd a kipattanót, azonban Gazdag gyűjti be. Gazdag nem került be a magyar válogatott legfrissebb keretébe. Javier Sabaté, a Veszprém mestere lett ugye a szövetségi kapitánya hétvégén. Következő héten a franciák ellen játszik majd tesztmeccset. A szerbek elleni vb-selejtezőre készülő magyar válogatott, amelyben nem kapott meghívást Gazdag. Csiágusz Petrus szerzi a mérkőzés első gólját a második percben. 1-0 tehát a Pikknek. A csurgóból egyébként csak Bartuc került be abba a keretbe. Mikita nem volt túl erős és pontos lövés. Pradanovic indul. 2-0. 3 gyors támadás, ebből 2 góllal zárt a Pikk. 2-0. 2 perc 12 másodperc telik el. Sotonyi László elégedetlenkedik hazai kispadnál. Nincs könnyű helyzetben persze a csurgó, hiszen gyakorlatilag 2 éve kell idegenben játszani a hazai bajnoki mérkőzéseit. A jelek szerint májusban befejezik majd a csurgói sportcsarnokot, és a nyáron be lehet szerezni az engedélyeket, szeptemberben pedig már ott fogadhatja ellenfeleit a somogyi alakulat. Csavor lövését Rédi Sierra, a kipattanóra pedig ő érkezik a leggyorsabban. Marad a labda a hazaiaknál. Mota. Csavar. Mikita. Megelőzték a beállott, Petrus védekezett jól. Petrus nagyon lassú volt ez a labda Prodanovicnak. 3,5 perc után először támadhat felállt fal ellen a Pikk. Bombács. Vranyes. Könnyedén befordult. Csavor nem volt neki ellenfél. 0-3. Mota. Mikita ellépi. Valami nagyon nem stimmel a hazaiaknál. Prodanovic. Sotonyi László pedig már elindult a zsűri asztalhoz a táblával. Bartucnak köszönhetően viszont egyelőre nincs meg a 4. szegedi gól, és nincs meg az a csurgó időkérés, amit már itt vizionáltunk. De megvan, Sotonyi László így is megunja, amit lát. Egy picit kripta hangulat van egyébként a nagyatádi sportcsarnokban, nincs az a megszokott szurkolás. De hát ez talán nem véletlen, hiszen nagyon komoly csalódás a somogyiak idei szereplése.
az alapszakasz után pedig a rájátszásban folytatódott a vesszőfutás. Az elmúlt években rendre megizzadt itt a PIK. Emlékezhetünk rá, hogy az elmúlt bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában 3 góllal ki is kapott Juan Carlos Pastor együttese. Aztán persze a rájátszásban már javított, de azért általában mindig megizzadt itt a csurgói sportcsarnokban, illetve itt Nagyatádon is. Összesen egyébként a csurgó ellen idegenben 14 meccset játszott a PIK-ből, 10 győzelem, 2 döntetlen és 2 vereség a mérleg. Ugyanakkor rájátszás meccsen, illetve bajnoki elődöntőben 4 meccsből 4 győzelem a mérleg. Tehát amikor igazán fontos volt a bajnokságnak az áró szakaszában, akkor már nem hibázott a PIK. Ebből a 4 győzelemből egyébként az egyik a 2012-13-as bajnokságban a bajnoki elődöntő második meccsén a rendes játékidőben döntetlen lett, aztán büntetőkkel nyert a PIK. Akkor még Skalicki László volt a mester. Mikita megint rossz bejátszás Hadzimerovicsnak, Prodanovics pedig már indul, ezt pedig már nem rontja el. Dimitrevski érkezik Mikita helyére, gyorsan lenullázták a szegediek. 4-0 Prodanovics újabb góljával, 4 perc 35 másodperc telik el. És úgy vezet a PIK 4-0-ra, hogy Jonas Schellmann dobott egy kapufált, Prodanovics pedig kihagyott egy zicsert. Olyan szinten van csend a sportcsarnokban, hogy lehet hallani a játékosokat. Vranyes szabálytalankodik, csurgói büntető. Dimitrievski passza után Zimerovicsot választott el a labdától. A honfitárs, Gazdag Tibor pedig a büntetővel. Sierra! Petrus pedig begyűjti a labdát. Az első büntető tehát kimarad a hazaiaknál. Eddig semmi nem jön össze a csurgónak. Ilyest fogta meg Hornyák. 3 gyors indulás gól és egy Vranyes befordulás a szegedi mérleg. Bombás gyorsít. Ilyes hát mögötti passzcsel. Csavor elugrik. Ilyes pedig szabadon lőhetett 5-0. És egy újabb technikai hiba. Sierra pedig indít. Schellmann. Ő másodjára már nem hibáz. 6-0 az állás, hölgyeim és uraim. 6 perc 24 másodperc telt el a meccsből. Mota. Dimitrievski, Mota. Tanácstalanság a csurgóiaknál. Nem bírnak most a fallal. Mota. Csavor. Mota. Ez is jó volt a blokk. Gazdag fordul be. Kapufa! Szerencséje sincs Sotonyi László együttesének. Marad a 6-0. Balog. Bombács. Balog elhagyja a labdát. Van induló ember, és Prodanovics pedig, ha egy picit szemfülesebb, akkor ez a labda is megvan. Mota. Kicsit edzőmeccs jellege van a hangulat és az eredmény miatt is a mérkőzésnek. Dimitrievski első gólja után van most már miért tapsolni a hazaiaknak. 7 perc 45 másodpercet kellett várni az első hazai találatra. Bombács. Mi az alapszakasz szegedi mérkőzésén játszott parádésan. Bartóc.
szép védés volt. Szerintem 10 gólt lőtt. Akkor a Csurgónak volt egy egész pályás gólja is. Dimitrievski. Hadzimerovic. 6-2. Balog. Bombács. Balog. És szegedi szabaddobás. Jövő héten kiürül majd a szegedi öltöző. Szerintem a felnőtt játékosok közül alig néhányan maradnak a csapatnál, hiszen válogatott hét lesz. 5 felnőtt játékosa marad majd a Piknek. Pontatlan bejátszás. Motacsele jó volt, csavar. Hadzimerovic. Kicsit csínybe kapta a labdát. Egymás után 3 gólt szereznek a hazaiak. 3-6. Vácon egyébként 36 gólt kapott a Csurgó. Hiába lőtt át 35-öt idegenben. Egyetlen pontot sem ért. Mikita tolja arrébb Balogot nagyon határozottan. Talán az első keményebb védekezés a Csurgónál. Nincsenek megállító faltok. Balog kapufa, utána pedig Mota kidobja a labdát. Fordulásból próbálta megjátszani a társat, hogy ne érjen le a lába. Ez jött ki belőle. 10 perc telik el a meccsből, 6-3-as szegedi előny. Balog. És Bombács. Brányes, ide-oda pattog a labda, még be tudja gyűjteni, és utána egy parádés ejtés. Talán láb volt egyébként. A játékvezetők ezt most nem vették észre. Második gólja Brányesnek. Mota. Csavor. Pordán eseteli és mellett. Mota. Csavor. Dimitrievski. Rosszul lépett egyébként, utána pedig nekizúgott Csiágusz Petrusznak. Elég fájdalmas volt. Bartuc véd. Dimitrievski pedig majdnem lement cserébe, amikor látta, hogy felesleges lefutnia. Most is van még fájdalma. 4-7. Hadzimerovic után Dimitrievski is 2 gólos. 7-4 tehát a Piknek. Bombács. Balog. Mota szerel. Aztán Mota indul, Balog még próbál oda nyúlni. 5-7. Most pedig Juan Carlos Pastor kér időt. A Pik feltámasztotta a Csurgót. 1-2 eladott labda, gyors indulás. 6-0-ról 7-5. Csinált tehát egy 5-1-es sorozatot a Csurgó. A kép bal szélén dr. Szabó István, a Pik csapatorvosa, akinek van nagy a tádi kötődése. Úgyhogy ő nem is a csapattal érkezett, hanem külön. Kis rokon látogatást is beiktatott a programba, itt van a Pik orvosa. Volt dolga csütörtökön bőven, hiszen mindig ilyen és Párondó is jelentkezett nála. Tizenkét perc játék után 7-5-ös pikkelőny. Csütörtökön egyébként volt egy friss bejelentés is a Piknél.
Denis Buntics érkezik majd a nyáron Szegedről, kielce játékos, a két évre írt alá. Csütörtökön Szegeden járt, ismerkedett egy kicsit a várossal. Lakást nézett a családjával, így és pedig labdát szerez. Prodanovics. Bartuc pedig nem tudta leolvasni, és nem tudta végig kísérni a labdát, 8-5. Bacsi József játékvezető rokonságát emlegetik itt jobbra mellettünk. Prodanovics harmadik találata volt. A pályán pedig 8-assal a Faluvégi Rudolf, aki ott volt az Európa-bajnokságon. Csavar, Mota, Baranyes óriásit lökött Hornyákon, 2 perc. Korrekt ítélet, túl látványosra sikerült Baranyes védekezése, úgyhogy először a mérkőzésen ember hátrányban a Mopik Szeged. Csuruvia közben öltözik a kispadon. Csavar. Sejman állítja meg, Faluvégi. Faluvégi, van lehetőség betörni, aztán pedig mellé dobja zicserben. A piknek nem sürgős. Megint Csuruviát megtévesztették, hiszen már fölvette a trikót, amikor jelezte neki a stáb, hogy a másik oldalon van a probléma. Prodanovics most egyedül van, ugye Parondó, nincs Fekete Bálint, került be a keretbe. Ez a lehetőség is kimarad, üres a kapu, aztán Sierra ütközött majdnem Bóna Szabolcsal, a másik oldali játékvezetővel, szerencsére nem lett belőle baj. ...36 másodperc van még Vranyes kiállításából. Eddig semmit nem tudott belőle profitálni a csurgó, és most már nem is biztos, hogy fog, mert elveszik a labdát a hazaiaktól. ...15. perc, Balog. Prodanovics most már kivárja, hogy leteljen a kiállítás. Zubai is bent van a pályán. Így és pedig ellépi, utána pedig rutinosan ellövi, hogy ezzel is néhány másodpercet spóroljon a csapatának, kiegészül a pik. Nagy labda, Sierra! Hát Pordán gyakorlatilag eltalálta Sierrát. Sielman kap egy jó labdát. Itt a büntetés, 9-5. Második gólja a svédnek. Sierra olvasta, hogy hova fogja dobni Pordán, aki, hogyha csak egy nagyon picit kivár, akkor megszerezhette volna a hatodik csurgói találatot. Most már Faluvégi az irányító, Mota leülhet pihenni. Pordán. Faluvégi. Csavar. Gazdag. Sierra. Bombás pedig inkább kivár, jönnek a cserék, Balog helyett Ancsin, Zubai már bent van, Pordán szépen megtartja, kiszúrták a játékvezetők. Bombács, egy kis one-man show, bemutatta a paszt, a fal szétnyílt, ő pedig köszönte szépen, 10-5, és mit tetemesebb lesz a különbség. Nagyon Bombács. Első gólja. Ő is egyedül van a posztján, hiszen Nico Mindegia nem játszott a mai mérkőzésen, mint ahogyan Parondó sem.
három jobb átlövés, három beálló a mai keretben. Dimitrievski faluvégi kitáncolja Zubait, utána pedig ezúttal már jól céloz. Zubai kap egy sárga lapot. Tizenhetedik perc, 16-os szegedi előny. Három idegenbeli meccs van ez beleszámítva a Piknek még a Veszprém elleni zárófordulókig. Balatonfüreden már nyert az együttes. Utazik még Vácra, valamint Tatabányára. Utóbbi mérkőzés lehet a legnehezebb messze. Bombács, ó, ez gyönyörű volt! Bartuc! Az sem volt különb. A nehezét megcsinálta a szlovén klasszis. Mikita, Hornyák, Sierra! Ez a kapusok perce. Schellmann. Itt a 11. szegedi gól. Tizennyolcadik perc. Továbbra is 5 gól. Bartusz teljesen kiszorította a kapuból Székely Mártont. Már a januári Európa-bajnokságon is ő volt Mikler váltótársa a magyar csapatban. Sotonyi László is első számú hálóerként számol vele Zubai. Jó szerelés. Faluvégi. Dimitrievski, Sierra. Ezeket olvassa, ezeket a lövéseket. Petrus. Bombács. Prodanovic kanyarodik fel. Ó, ez parádés volt. Rajko Prodanovic. A mezőny legeredményesebb játékosa. 6-12. Most a Pik csinál egy 5-1-et. Volt 6-0 a Piknek, aztán abból egy 7-5. Most pedig ismét a Pik tudta növelni az előnyt elég jelentősen. Pordán, Hornyák. Faluvégi. Mikita. Sierra. Ezek azért ezen a szinten nem túl erős és pontos lövések. Most Zubait pakolják arré faluvégé, valamint Dimitrievski. Faluvégé a sárga. Bombács. Bő 10 perc még az első fél időből. Robledo. Bombács. Ancsinnak készítik elő. Talpról lendületből. Az eddigi legnagyobb különbség 13-6. Az első gólját szerezte Ancsin. A Veszprém 31-22-re nyert itt. Bő 2 hete. Múlt héten kedden rendezték azt a mérkőzést. Ott pedig valaki elesett. Kiállított játékos pedig Zubai Szabolcs. A Pik csapatkapitánya erősen vitatja ezt az ítéletet. Pordán volt, aki elesett. Úgyhogy Jonas Schellmann jöhet vissza védekezni. Pordán player nevelés. Összességében egyébként 6 olyan játékosa van a csurgóiaknak, akik a playerben lettek NB1-es játékosok. A két kapus Bartut, Székely, Pordán, Faluvégi, Gazdag, valamint Mikita is fővárosban nevelkedett. Mikita! Hornyák, Faluvégi. Ezzel vajon mit akar csinálni? Mosolygott egyet Sierra. Faluvégének egyébként nagyon jól sikerült az őszi idény. Nemzetközi kupában is érdekelt volt a csurgó.
Szczecinben 10 gólt lőtt, Magdeburgban pedig 8-at az idegenbeli mérkőzésen. Végül nem jutott be a csoportkörbe a somogyi alakulat. Nem véletlenül figyeltek fel rá a válogatottnál, de az EB óta nem igazán találja magát. Ancsin! Bartuc bele tudott még érni, és utána pedig megmenti a labdát. Nekicsúszott ott a lelátó aljának, de megmentette. Dimitrievski most állt a másik oldalon. Csavor helyett. Mellé bombázott. Egészen jól átvészelte ezt a kiállítást is a pikk. 30 másodperc van még Zubai büntetéséből. De továbbra is csak egyre nő és nő a különbség. Ancsin. Bombács. Ancsin. Robledo. Bombács. A pikk közben lassan kiegészült. Vranyes kiarcol egy büntetőt. Hadzimerovics nem ért egyet a játékvezető ítélettel. Mikita kapta egyébként a sárga lapot. De a bosnyák beálló legalább annyira benne volt ebben a büntetésben. Deán Bombács pedig kihagyja az első hetest. Bartuc véd. Bartucnak nem az az első remek védése. Nem csak a csurgónál, a piknél is kimarad az első hetes. 40-esre Tóth Károly jelentkezik játékra. Ide le a bal szélre is jön egy másik fiatal, 42-es Kokán Szabolcs a túloldalra. Mikita. Falu végé. Bemegy a darálóba, Mikita pedig fölé bombáz. Petrus szabálytalankodik, ezért kapja vissza a labdát a somogyi alakulat. 13-6, tehát a 24. percben. Mikita. Falu végé. Mikita 9-ről felugrik, Sierra. 24 perc alatt mindössze 6 gólt kapott a pikk. Robledo. Rányes helyett jön Zubai. Bombács. Bombács egyébként már nem is tér vissza Szegedre. A családja is itt van a mérkőzésen. Innen már egyből Szlovéniába mennek haza, hiszen neki is válogatott összetartás lesz majd a jövő héten. Innen azért lényegesen könnyebb hazajutnia. Robledo lövését megint Bartuc védi, aki aztán indít. De ez a labda Sierra-é. Bombács. Bartuc. Bombás pedig elég nagyot kapott a levegőben. Láttunk már ezért 2 percet, ki is küldik Mikitát. Sosem szerencsés levegőben repülőjátékost lökni. Márko Csurujá pedig a büntetőnél, a második szegedi hetes. Bartuc és Csurujá. Tizennégy hat. 8 gól a különbség. Eddig még nem látott különbség a két együttes között. Falu végé. Dimitrievski belefut Csurujába. A piknek egyébként a legnagyobb arányú csurgói győzelme az éppen 8 gól volt. Az is jó néhány évvel ezelőtt, egy 28-20-as szegedi győzelem. Falu végi.
Mota. Kínai megoldás, Sierra! A spanyol rendkívül jó százalékkal, 50% felett az első félidőben. Volt néhány könnyebbnek tűnő védése, nyilván ez kellett a rutin, hiszen pontosan tudta és várta a próbálkozásokat. Robledo, Bartuc, neki sem rossz a statja, a falu végig indítja, Skokant, Sierra, aztán rálép a labdára, az volt a melegebb helyzet, nem pedig az ittszer. 4 perc még az első félidőből, Prodanović, Bartuc lábai között, 15-6. Hát lassan lehet számolni a csurgóra. Mota. Megpróbálta egyedül. Innen fentről a portugál sem tűnik túl motiváltnak. 14-essel Döme Szabolcs a pályán. Gyakorlatilag egy majdhogy nem fiatal sor van most fent, kiegészülve Motával. Sierra, ez is megvan, Blažević pedig megszerzi a kipattanót, de aztán a pontos passz már nem jött össze, Petrus kezéből kihullott a játékszer. Falu végi, belemenés. Falu végi nagyon indisponáltan játszik. A B keretbe bekerült, mert hogy a magyar B csapat majd a lengyelekkel játszik Balatonfüreden 2 mérkőzést. A Pikkből Hegedűs Márk és Fekete Bálint is ott van Juhász István együttesében. Gazdag és falu végi pedig a magyar B válogatottban kaphat majd lehetőséget. Ancsin, Mota, szép volt a sánc. 2,5 perc még az első félidőből. Bombács. Belemenést próbáltak eladni a hazaiak. Bombács. Átlövi a falat. 16-6, 10 gól a különbség 28 perc játék után. Most már 9. Dimitrievski harmadik gólja. Csak nem 10 percig nem tudott betalálni a csurgó. Bombács. A két csapatnak ez a 29. mérkőzése egyébként, de talán ilyen sima még egyszer sem volt. Robledo, 17-7. Neki is van most már gólja. 1 perc, 10 másodperc még az első félidőből, falu végi. Dimitrievski, falu végi. Döme. Mota. Döme. Harminc öt másodperc még az első félidőből. Nem fogja elsietni a Pikk. Ebben biztosak lehetünk. Bombács picit még játszik az idővel. 17 másodperc. Nem marad már ideje majd a csurgónak válaszolni. Nem mintha bármi jelentősége is lenne. 8 másodperc. Prodanović elalszik egy pillanatra, így viszont van lehetőség válaszra. Sierra csak beleérni tudott. Hát ezt most elrontotta a vendég alakulat. 17-9 tehát. Ezzel a gyors indításos csurgói góllal beáll a részeredmény a szünetre. Csurgói KK MOL Pikk Szeged 9-17, tehát 30 perc játék után. Egy rövid szünet és folytatjuk a második játék résszel.
Nagy tisztelettel köszöntöm ismét a Szeged Televízió nézőit. 17-9-re, vagyis 8 góllal vezet a MOL-Pik Szeged itt Nagyatádon a házigazda Csurgó ellen. Egy rendkívül sima első 30 percen vagyunk túl. A képen látható vendégalakulat úgy vezet magabiztosan a hazaiak ellen, hogy a Csurgó legjobbja az első játékrészben a kapus Bartuc volt. Aki maradt is egyébként a háló előtt, úgyhogy nem jött be Székely Márton. Ez az eredmény pedig arra adhat majd lehetőséget Juan Carlos Pastornak, hogy Fekete Bálint és Hegedűs Márk is lehetőséget kapjon. Főleg, hogyha így folytatódik a mérkőzés. A Piknél sem volt egyébként kapuscsere. José Manuel Sierra maradt. A kapuban Gyorgy Ignatovics. A Pik gyúrója kap még engedélyt a játékvezetőtől, hogy megérkezzen a kispadra. Utolsóként ő jött ki az öltözőből. Prodanovic, Ancsim, Ranyes, Bombács, I és valamint Csuruvia. A Pik kezdője a második félidőben, Sierra maradt a kapuban. A fiatalok pedig bent maradtak. A szélén Tóth, valamint Skokán a Csurgónál. Bombács. És Pordán nézett bele, illetve Pordán kezébe nézett bele, és Skokán óriási tapsot kap, hogy a két számmal nagyobb íjést kitessékelte. Az pedig ott egy pontatlan bejátszás Bombácstól. Jön vissza Csavar. Faluvégi. Faluvégi alapvetően ezekkel a betörésekkel próbálnak operálni. Neki is van egyébként szerződése a következő évre. Mint hogy az elmúlt napokban, hetekben jó néhány csurgójvel hosszabbított a klubja. Sierra! Hadzimerovic próbálkozását hatástalanította, nem is akárhogyan Bombács. 18-9. Harmadik gólja volt Dan Bombácsnak. A legeredményesebb Szeged egyébként az első félidőben az 5 gólos Rajko Prodanovic volt. Törölni kell, ezért áll a játék. Ahogy említettem, a csurgójaknál és lassan készül a keret. Csavar, Gebhardt, Gazdag, Nagy, Spordán is hosszabbított a következő évre, akár csak Bartuc, illetve Hadzimerovic. És két új játékost is bejelentettek már. Borut Oszlák révén szintén egy szlovén irányítójuk lesz. Prodanovic megszerezheti a hatodik gólját, meg is szerzi. Közte megint 10, valamint a Spanyolországból visszatérő Halász Levente is Csurgóra igazol majd a következő szezonban. Kettő perc, 10 másodperc alatt újabb két szegedi gól a második félidőben. 19-9. Csavar. Minden sorozatot egybevéve 162 gólt lőtt az eddigi mérkőzéseken. Ma ő is árnyéka önmagának. Ó, az nem akármilyen találat volt, kérem! A szerző Rajko Prodanovic, 29. Parádés. Ejtett már, most pörgetett. A repülő szerb. Róla sem lehet még tudni, hogy mi lesz vele, hiszen csak az a biztos, hogy lejár a szerződésed át, Pedro. Valamint Sostarics már érkezik a jobb szélre. Minden bizonnyal Parando és Prodanovic is távozik majd Szegedről.
Radonavics ettől függetlenül óriási motivációval játszik meccsről meccsre. Vranyes második kiállítása. Sotonyi László pedig üvölt be a kispadról a saját játékosainak, hogy srácok, ez nagyon lassú, nagyon lassú. Ember átrányban talált a pikk. Csavar. 11 gól a különbség. Majdnem meglett ez is. Tóth Sierra. Úgy tűnik, hogy hozé nap van itt Nagyatádon. Petrus helyre jön Zubai, Sierra helyett pedig Marco Churubia ott a kép bal szélen orson befelé, megkülönböztető trikóban. 29 tehát az állás a 35. percben, ember hátrányban támadhat a pikk. Bombács. Ancsin csak bemutatta a paszt. Aztán pedig kidobja a pályáról. Nem volt most meg a kellő összhang. Egy pozitívuma van ennek az eladott labdának, hogy Sierra vissza tudott érni. Így és pedig javít. Bombács javít. Zitzerben a lövőcserre Bartóc elmozdul. Bombács pedig befejezi egyedül. 21-9 ember hátrányban szerez újabb gólt a MOL Pik Szeged, amely 4-0-ra hozza eddig ezt a játékrészt. Lehet sikerül felülmúlni az első fél időt, amit 6-0-val indított a pásztor alakulat. Csavar, Skokán, Sierra, ez is megvan! Sierra teljesen megbabonázza a csurgói szélsőket. Skokán kap pacsikat a kispadról. Sotonyi László pedig megsúgja neki a tutit, hova kellett volna lőnie. És Bombács, Ancsin, Bartuc tehetetlen, 22-9, 5-0 a második fél időben, Faluvégi. Ancsin szerel. Skokán Szabolcs elől halászta el a labdát. 37. perc. 22-9. Nikita. Így és már belépett a passávba. Nikita. Falu végé. Csavar. Takarásban volt most. A labda Sierra akkor látta meg, amikor már késő volt. Csavar egy nagyon hosszú sorozatot zár le. 6 perc, 45 másodpercet kellett várni az első csurgói gólra a második játék részben. Ott az Európa-bajnokságon Csavar, a montenegrói válogatottban 11 gólt lőtt a csoportkörben, többek között a magyar válogatottnak is betalált. Ancsin a rövidbe. Szépen váltogatja most az oldalakat Ancsin Gábor. Nem egyszer látta már stábunk, hogy egy-egy délelőtti edzés után Ancsin még kint marad. Egy negyed órára, 20 percre egyéni munkát végezni. Mikita, nem volt rossz próbálkozás, hát Zimerovics bosszankodik. Ancsin és Petrus nem figyelt rá. Ő viszont a labdát nem figyelte, ez így zicser lehetett volna. Vranyes mellett megint elvágódik valaki. Sierra! Hanyadik nagy védése ez a spanyolnak. Ancsin eladott labda. Skokán.
23-11. Első gólja a fiatal szélsőnek. Bombács. Prodanovic. Ancsin lövését ezúttal védték. Ó, ez milyen találat volt! Ancsin a kipattanó után. Kapura úszta ezt a labdát, falu végi szépít. Két gólos szegedi előny még ezzel a faluvégi találattal is. Elképesztő fölény. A két csapat eddigi mérkőzésein 13 gól volt a legtöbb, ami kialakult. Volt egy 29-16-os szegedi meccs. Bombács. Ilyest állította meg faluvégi szabálytalanul. Bombács. Bartuc. Szerencséje volt, mert az alapvonalon ment ki a labda. Faluvégi pedig megint lassan hozza fel a labdát, aztán még megtalálja a beállót. Hadzimerovics volt a befejező ember. Sotonyi László pedig már üvöltött a padról. Lassan, körülményesen szerveződött a hazaiak támadás, aztán egy szép pillanással megváltozott minden. 24-13. Ancsin. 25-13. A pikk pedig kapus cserél. Pietrovics Amirszki. És kapus cserélnek majd a hazaiak is, jön Székely Márton. Fokán, Csavar. Mota újra a pályán. Faluvégi pihenhet. A túloldalon pedig 39-essel egy új fiú, Hanuszegon. Saját nevelés. 39-es. Renyes vágódik hanyat. 41. perc a törlés miatt. Egy picit szünetel a játék. 12 gólos szegedi előny tehát. A magyar férfi válogatott jövő hétvégén játszik majd Toulonban a franciák ellen. A pikkből Lancsin Gábor, Balogh Zsolt, Illyés Ferenc, valamint Zubai Szabolcs is meghívót kapott Javier Sabaté kapitánytól, és azt mondta, hogy számára mindig óriási megtiszteltetés a válogatottban szerepelni, miközben Pordán gyorsan felavatja Visamirskit, úgyhogy ő nagyon szívesen vállalja a szereplést. Az Európa-bajnokságot Csevenc Szántából hagyta ki, és azt mondta, hogy addig, amíg hívják, ő nagyon szívesen játszik és erősíti a magyar válogatottat. És ahogy említettem, a csurgóiaktól egyetlen egy játékos, Bartuc László került be a válogatottba. Az ő helyettese Székely viszont most éppen Zubai próbálkozását hárítja, Hanuszegon pedig újabb gólt szerez. 25-15. Dupla passz. Csurvia próbálta meg átejteni Székelyt. Lesz a zsinórban három csurgói gól. Még lehet, hiszen büntetőt kap a házigazda Zubai ellen a fújás. Mota. Visomirski. Prodanovic pedig oda kap, úgyhogy nem tud ismételni a portugál irányító. Ez volt Visomirski első védése. Marad a 25-15. Bombács.
lépést lát meg a szlovénnál, Mota nem tudja gyorsan elvégezni, aztán pedig nemes egyszerűséggel kidobja a pályáról a labdát. Sotonyi László testbeszéde sok mindent elárul. Hátat fordított a pályának és a kezeibe temette az arcát. Valami nem stimmel egyébként a csurgójaknál, ez innen kívülről is látszik. Zubai labda nélkül fordult be. Robledo. Székely. Az ő beállása eddig csak hozott a csurgónak. Balatonfüredről került be a válogatottba, Sotonyi László onnan hozta magával, pontosabban onnan csábította, hiszen volt már korábban klubedzője Füreden. Ezúttal ő is majd a B válogatottban kapott szerepet, akár csak gazdag, valamint falovégi. Csavar! Kordán! Szépen levált Zubairól, 16-25. Juan Carlos Pastor pedig már magához vette az időkérést jelző táblát. Bombács. Ancsin 10-ről nem lövi el, Robledo. Robledo egyezni próbált Kordánnal, meg tudta állítani. Szkokán már nem annyira, aztán Robledo belemegy a darálóba, mint a Kordán oda csapott volna, persze nem szándékosan. Megkezdődik a 46. perc, 25-16-os szegedi előny. Az ég adta világon semmi nem veszélyezteti a vendégsikert. Ahogy említettem, válogatott meccsek lesznek az azt követő hétvégén, pedig 16-án, valamint 17-én Debrecenben a Magyar Kupa Final Four. Volpik Szeged mezőkövezés, Veszprém Füred elődöntők. Zubai kibrusztolja ezt a gólt, 26-16. És egy 2 perces kiállítás Szkokán Szabolcsnak. A második kiállítás csurgóiaknál. Kornyák Péter érkezik a megkülönböztetőben. Egy lényegesen simább meccs, mint volt az alapszakaszban 3 hete. És igaz, hogy nincs Gebhardt vagy Pazin. Egy nem túl motivált csurgó játszik ma a pikkel. Mondjuk ez a kijelentés Pornára nem igaz. Minden percben képes felszántani a parkettát. 14,5 perc a hátralévő idő. Dmitrijevszki. Kisomirszki védett, aztán Pordán nem tudja megmenteni. Bartusz első félidei teljesítményt leszámítva az eddig beállt Székelyt lehet dicsérni. Illetve Bartusz első 30 perces produkcióját, illetve Pordánt a hazaiaknál. Egy kínaival próbálkozik a pikk. Motelelo lopja a labdát a levegőből. Hanuszegon. Villám gyorsan felért. Bombács. Robledo. Kornán jól lépett be most a spanyol elé, úgyhogy belemenés miatt csurgói szabad dobás.
Jonas Schélman jön most védekezni. Ilyen védekezési formációt is itt kell láthatunk a piknél, amikor Csuruvia és Schélman van elől. Csuruvia pedig elég határozott elgondolással lépett oda Hanusz mellé, aki el is tűnt mellette. Mata. Dimitrievski. Fordán két emberen keresztül újabb büntetőt tud kiharcolni. Ezen még ő is mosolyog. Dimitrievski végzi majd el a büntetőt. Játszott korábban a Várdár Szkopjében, legutóbb pedig Leonban szerepelt. Ő szerzi a 18. csurgói találatot. 4 gólos a macedón. Robledo. Radanovic. Ancsin. Székelybe csak beleérni tudott. Ancsin egy pillanatra ezitált, hogy passz legyen inkább. Hanuszegon pedig egy másodperc alatt felért a hatosig. Hotá. Petruszlámból. Csabor. Dimitrievski, Mota. Ez nem volt rossz megoldás. 27-19. Ötödik gólja Dimitrievskinek. Ez azért nem rossz teljesítmény, mert a rájátszásban az első 4 meccsen is összesen 5 gólt lőtt. Radanovic. Honcsin. Bombásnak készítik elő. Ő pedig megtréfálja Székelyt ezzel a lövéssel. 28-19. Egy majdnem hasonló gólja bekerült a BL 8-a döntő visszavágóknál a legszebb 5 találatban. Ez sem lett volna rossz, ha Csabor egy picit pontosabb. Csuruvia honnan veszi le azt a labdát? Visomirskivel összekacsintanak. Megúsztak egy letolást Juan Carlos Pastortól. Robledo. 10 perc a hátralévő idő. Csuruvia. Robledo, Zubai. Szkokán vágódott le róla. Székely Márton. Dimitrievski. Robledo leveszi a levegőből. Fordán próbálja minél hamarabb elvégezni a szabad dobást. Dimitrievski szép volt a csel, aztán pedig belefordul Bezsevicsbe. Sokat lazult a pik védekezése az első fél időben, nagyon feszes volt. Ez bizonyítja a 9 gól. Most 20 perc alatt jutott el 10-ig a csurgó. Mata. Zimerovic. Lehetetlen volt ott befordulni Blazsevic mellett. Csabor. Szkokán, Csabor. Most át tudja lőni sokkal pontosabban a falat az iminti kapufa után. Amikor már eldőlt a mérkőzés, akkor ő is kisebb felelősséggel próbálkozik, és pontosabb.
Ancsin. Csavor teljesítményéről sokat elárul, hogy amíg ő volt messze a legeredményesebb az alapszakaszban, addig most ketten is több gólt szereztek nála. Ancsinnak a hatodik gólja. 20-29. A Pikka következő mérkőzését majd a Magyar Kupa elődöntőjében vívja. Utána pedig majd folytatódik a bajnokság. Április 23-án a Balatonfüred ellen játssza a következő rájátszás meccsét majd a Pikk. 8 perc a hátralévő idő. Mintha mind a két csapat már a lefújást várná. Csavar, ő még egy picit kozmetikázza a lőlapját. 29-21. Mondom, kicsi csalóka az ő teljesítménye, hiszen már egy régen eldőlt mérkőzésen kezdett el itt lövöldözni. Az alapszakasz meccsen sokkal bátrabban és hatékonyabban játszott. 23-assal Hegedűs Márka pályán az utolsó szűk 7 percre. Prodanovic kiadja, Csurovia pedig ismétel. 30-21. Aztán Csurovia leül, úgy küldi vissza Juan Carlos Fasztra, hogy védekeznie kell. Mota valahogy el van szarog a hatosig. Ez a Fücsú pedig a játékvezető ítéletnek szól. Fekete Bálint is leveszi a melegítőjét, ő is megkapja a lehetőséget itt a hajrában. Hegedűssel karolt ölt lesznek majd a B-válogatottban. Csavar, Mota. Petrus mellett. Prodanovic helyett pedig jön Fekete Bálint le a szélre. Bár Ancsin sem tudja pontosan, mi lesz a felállás, megkérdezte Feketét, hogy nem cserélnek-e, de végül Fekete megy le Prodanovic helyére a sarokba. Azt mondta egy korábbi pikketben, hogy ha a szélen kap lehetőséget, akkor ott fog bizonyítani. Petrus, ő szerezte az első szegedi gólt, Hanusz. Hanusz Egon sebességében elég sokat profitált a mai mérkőzésen a csurgó. Stúd Károly végezheti el a hetest. A 8-9 gól környékén liftezik a két csapat. Két gólos most már a fiatal játékos. Az első fél idő legvégén talált még be. Néhány másodperccel a vége előtt. Fekete. Fekete pedig bekanyarodott a jobb átlövő helyére, aztán pedig átlövi simán a falat. Bravo! 32-23. Neki is van már gólja. Balognak és Hegedűsnek nincs a támadó játékosok közül, a többiek már betaláltak. Balognak nem is lesz. Csavor próbált meg bepréselődni ott Bazsavics, valamint Robledo között. Hegedűsnek még van lehetőség a gólszerzése. 4 perc van hátra a mérkőzésből. Egy nagyon-nagyon sima szegedi győzelem itt Nagyatádon. És véletlen utoljára játszott itt a Pikk, hiszen ha minden igaz, akkor ősztől már a csurgó is tényleg hazai pályán játszhat. Visomirski! Hadzimerovic hagyta ki ezt a lehetőséget. Bár az biztos, hogy a csurgóiaknál is
valami változásra szükség lesz, mert a nevek alapján is egy picit azért mindenképpen többre képes ez az együttes. Hegedűs kap egy jó bejátszást, és ebből pedig egy 2 perces kiállítást. Ez Döme pontosan tudta, hogy neki szól a sípszó. Ha valaki azt mondja a szezon előtt, hogy az utolsó rájátszás fordulóban a Csurgó-Vác mérkőzésnek az 5. hely lesz a tétje, akkor azt gondolom még itt Somogy megyében is sokan mosolyogtak volna, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy ez így lesz. Faluvégi. Kis színési teljesítmény. Hát Faluvégi Rudolf teljesítmény egyértelműen a csalódás kategória. Csavar. Függetlenül ettől a megoldástól. 33-25. Pontosabban 24. Egy perc még a kiállításból, és 2,5 a meccsből. Robledo nem tud beleérni, szegény Hadzimerovic sem. Petrus. Ancsin. Fekete. Hanus Egonra is figyelt, hogy ne essen rá. 34-24. Fekete 2 gólt szerez ebben a neki szánt 3,5-ben eddig. Székely Márton pedig leült a padra, hiszen bejött a helyére Hornyák. És volt pár keresetlen szava a társakhoz. Megint cserben hagyták most védekezésben. 10 másodperc még a kiállításból, 1,5 a meccsből. Faluvégi. Csavar. Test mellett megint. Visomirski viszont erre most számított. Visomirski. Ó, ez nem sokon múlott. Aztán pedig Székely Hadzimerovicsot dobja fejbe. Ez nem esetett jól a bosnyák játékosnak. Széke csak jót akart. Oda megy elnézést kérni hozzá a kispadra. Pacsiznak egyet. És most megkezdődik az utolsó perc. 34-24. A PIK története legnagyobb arányú idegenbeli győzelmét arathatja a Csurgó ellen. Csavar szépít 34-25, hiszen eddig 8 gól volt a legtöbb. 35 másodperc a végéig. Robledo. Petrus. A PIK minden különösebb megerőltetés nélkül magabiztosan játszva nyer. Hegedűs. A lába érte a vonalat, Széke indít, 13 másodperc. Faluvégi pedig ellépi. 6 másodperc, Visomirski, Robledo. Felugrásból még talán ellövi, de nem fogja. És akkor ez a vége. 34-25 tehát a PIK javára. A PIK próbálta komolyan venni a mérkőzést. Ennek köszönhetően esélyt sem adott ma a csurgói csapatnak, amely nem tudott méltó ellenfele lenni a mai napon. A vendégalakulatnak a PIK 4. rájátszás mérkőzését is megnyeri, a Csurgó pedig az 5. is elbukja. A végeredmény tehát, és ezzel búcsúzunk a nagyatádi sportcsarnokból, Csurgói KK MOL PIK Szeged, a KNTH férfi kézilabdaliga rájátszásának
mai játéknapján 25-34. Én munkatársaim nevében köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.